Na helló, srácok, ebben az epizódban most kivételesen nem az én általam felépített rendezvénytechnikát fogjátok látni, hanem Karos cimborámhoz látogatok el, és megnézzük, hogy ő hogyan szokta felépíteni a dolgait, meg mivel dolgozik. Igazándiból olyan későn értem oda, hogy mire odaértem, már majdnem összepakolt mindent, rohadt gyors a srác, mert hát volt fél órám, hogy odaérjek, mire odaértem, addigra már a hang meg a traverzek már minden föl volt állítva, úgyhogy csak a végét tudom nektek bemutatni, de hát nézzük meg, hogy mivel dolgozik Karos. Nézzétek meg, Karos természetes élőhelyén. Most az van, hogy rakosgatja föl a lámpáit. Megmutatom nektek, hogy mivel zenél Karos mester. Most nem azt nézitek, hogy én mit csinálok, most azt nézitek, hogy Karos mit csinál. Majd mindjárt, hogyha befejezte az ugrabugrát, akkor bemutatja nektek, hogy mi a... Arra a két krómcsőre mit szoktál rakni? Arra megy még két lámpa, még pedig. Megvan. Valahol. Még pedig. Csak előbb a robotokat felrakjuk. A Deckert annyian szeretik amúgy. Nézzünk addig körbe, gyereket. Azért vettem, hogy olyan helyet megyek, ahol kis buli, kis költséget, és akkor nem viszünk traverszt, viszünk azt a kettőt. Kis pénz, kis foci. Pontosan. Na, hogy kezdjem nektek a bemutatót? Kezdjük izé balról jobbra. Mi ez? DB 1002 sub, meg hozzá a kis teteje. Erre kíváncsi leszek, ezt most meghallgatom. Hogy azért itt látjátok, hogy nem kicsi a terület. Ezt meg kell hallgatni. Fura egy hangfal ez amúgy. Micsoda? Fura egy hangfal ez. Már formáját tekintve is. Igen. Dupla 12 szal alul. Fölül meg 8x4 szó. Traverzek, Karos gyártotta, te csináltad? A rózsafából van a nagy. Ja, tényleg mondtad. Egy régi szórakozó helyről lett elbontva, aztán ez így meg lett mentve. Meg van itt egy... Mi ez? Egy Denon. Az mi ez a... Ez a... Live 2? Van itt beépített hangszóró, de amúgy meglepően jól szól. Van itt egy kis kutyvaló. Há, ezek az átalakítók életeket mentenek meg. Hú, hányszor húztak ki a szarból. Milyen rendezvény lesz majd? Renault Maslin. Ó, azért jöttél Renault-ba? Igen, azért jöttem Renault-ba, igen. Szigorúan. Egy mikrofon. Két darab fagyi hozzá. Milyen? Pisztáciás? Pisztáciás és magyaros. Na. Fülesed milyen? Az, hogy nem látom elolvasni. One. Audio? Ilyen... Mocsó pénz. Na mennyi egy ilyen füles? 15 ezer. Annyit simán. Ilyen lámpával kezdtem. Ennyi Karos. Ennyi. De most komolyan, ezt így kell? Nem. Nem, ugye? De látod... Azt még meg kell csinálni. De látod, hogy nem. Azt még meg kell csinálni. Ezért most kikapsz majd? Igen. Kiszúrtam. Helyes. Kiszúrtam egyből. És a kicsik? A kicsik azok pedig kontrolládák. Jó öreg kis aktív ládák. Milyen kis cuki? Ez kinder tojásból van? Azért van piros, hát a piros zacsi van hozzá. De cuki, fogja már meg milyen könnyű ez.
Hű, zseni. Zseni. 130 watt teremes. Na ezeket a kicsiket akarom még nektek megmutatni, ezekre is kíváncsi vagyok. Ezeket is bekötöd most? Igen. Kíváncsi vagyok rá. DB, ez is Beehive 8 col. Hát erre baszott kíváncsi vagyok. Ez mennyibe kerül egy ilyen? 50-56 ezer most. Az egyáltalán nem vészes. Figyelj, csak volt már úgy, hogy ceremónia hangosításra ezt a kettőt kiraktam, és arra véve elég volt. Persze. De majd kíváncsi, várjál, most mondtam, hogy izé, hogy nem sok érte, majd kíváncsi leszek, mindjárt meghallgatjuk, hogy mit mutat. Mindjárt rakok le ízét. Mi a picsát? Azt mondja. Na. Ja, ebbe állt bele Paulik Pisti. Hogy? A Arkánon, ma kiraktam ezt a kettőt. Várjál, tesó, videózok. Ilyet ne mondjál, ki állt bele. 1,6 amper. Na, mindjárt meghallgatjuk. B is rakta karos, amúgy meg is hallgattuk. Hát monitor, hangos, mint a dög. Amúgy annyi pénzért kurva jó. Annyi pénzért nem veszel aktív hangfalat. Jó, 8-szalos, oké, de hibátlan. Mert tényleg szertartásra tényleg jó. Nem foglal helyet. Hát a legjobb. Nincs. Jó. Ez a legjobb benne. Ezeket te gyártottad, hé? Ez aluból van? Aluból van, igen. Házi készítés. Tiszta 90-es évek, bazony. Te látszik, hogy te régi gyerek vagy, bazony, mert régen mindent meg kell csinálni, mert nem volt bútja. Nem volt boltja. Akik fiatalok vagytok és nézitek a videóimat, ti nem is tudjátok, hogy régen nem ám úgy volt, hogy kisírtuk anyánál, azt bementünk a boltba és megvettük, mert nem volt bolt. Akkor nem volt olyan, hogy megyek, veszek egy szkennert, meg veszek egy keverőt, meg ilyesmi, nem volt semmi. A külföldről valaki tudott szerezni, aranyárba akkor volt, ha nem, akkor nem. Meg a, igen, meg a Vermona cuccok. Meg a Reflex. Meg a Reflex. Hát a Reflex az már izé volt, az már high-end. Az már high-end technika volt. Na, van még robot? Ja, még egy hiányzik. Hiányzik. Már akinek. Ez meddig tart a rendezvény, Robikám? Amíg vége nem lesz. Ajjajjaj. Nem éljük reggel, 4-ig, 5-ig, 6-ig. Dehogy. Egykor. Öregek vagyunk és bírjuk a... Egykor vége legyen, úgy kell csinálni. Hát, ha jól budik. Hát de te csinálod, azért mondom, hogy... Köszönöm szépen kettességedet! Ismét bemutatkoztál, jöztem még az én utcámba. Nem! Hogy csináljuk a műhelyt. Ja, amúgy nem jössz 25-én? 25-én. Vagy 24-én? Voltál, hogy 24-én otthon izét fürdőszobát festettem. 24-én délután 4-kor. Aha. Na mit szólsz? Ha elkérsz a gyerektől... Faszt. Az majd tavasszal lesz, tesi. Ez honnan van ez az USB DMX vezérlőd? Makóról. Ez a jó fajta amúgy, hogyha láttok valahol ilyet, ilyet vegyetek. Ezt a fajtát. Ebben még erős a soros átalakító. Abba erős jelet ad ki. Hallod, nagyon kellemesen csalódtam ebbe a hangfalba. Mert hogy képzeljétek el, hogy a vékonyságának köszönhetően jól irányítható a hangja, szóval, hogyha pár fokot is fordított rajta, Robi, már azonnal szűkült a lesugárzási szög, ezért ezzel rohadt jobb be lehet lőni, hogy hova akarsz zenélni. Egy oldalra nem ordít fölöslegesen. Lagzitnál érdekes, hogy amikor a jó nép ül a helyén, ott ne üvöltsön már a fügyébe, és tudjanak beszélni. Aha. Jó kis robotok, de szerettem ezeket. Egy darab még van. Ugyanilyen? Aha, egyet szereztem Bencétől, mondtam, hogy ha van neki egy hibás, küldje el, majd megjavítom, csak hogy ne felejtsem el, hogy honnan jöttem, mindig ha ránézek, akkor tudom, hogy gyerekek, itt indult minden. Itt indult minden. Jó, hogy van ekkora keverőd, de kell ekkora amúgy? Nem kéne, mi? Hát, ugye csak 4 mikrofon, 4 sztereó. Egy laptop, meg egy lejátszó. Na, és akkor még 2-t be tudok kötni. Illetve effektes, de majdnem ugyanezt van neked. Ja, ugyanez. Csak talán neked benne van az EQ itt. Ah, igen, ott van valami baszás. És akkor házilag készített. Rekláda?
Hát minden házilag, hát ne szórakozzatok ma. De ezt legközelebb, mire találkozunk, azt gyönyörű feketére, szépen, feketére. Igen, gyönyörű szépen itt ezt szétszeded, belül bekötsz egy vezetéket fixen. Nem lehet vagóval? Faszodat vagóval, nem áll, Robi. Nem, nem csináljuk. Na, elhozod, de én ezt megcsinálom neked. Igen. Faszán. Van nagyon zsivány kábelem is hozzá, ezt megcsináljuk neked, mert ez így ebbe a formába. Ez így nem. Ez így nem tetszik. De hát nem is nekem kell, hogy tetszen. Meg rajtam kívül a kutyát nem érdekli amúgy. Hogy őszinte legyek. Hoztál füstgépet is? Igen, van tűzjelző, úgyhogy ezt hanyagoljuk el. Ja, tényleg. Egyszer ide hoztam izét. Hideg füstöt, aztán itt szóltak, hogy jaj, ezt nem kéne. A jó kis lézer. Te kivetted az üveget? Ki van lőve az üveg? Figyelek. Amúgy hibátlan. Annyi pénzért nem kapsz lézert, bazd meg. 18 ezer forint. Annyi. 18. Szlovákia. Úgy van. És itt volt, bazd meg. Az, nekem is. Egy hét. Csodálkoztam is rajta, hogy mi a picsa. A párlámpáim is egy hét szlovákból. 4 darab. Ide raksz föl párlámpát? Hát elhoztam, majd meglátjuk, hogy... A dekkert fölteszed? Azt föl, csak meg kéne találnom. Ez mi volt fénykorában? Az... ha kikapcsolod, elmondom. Nem tudom, hogy ez az én perverzióm, csak, de imádom nézni, mikor 4 robotlámpa egyszerre megy. Már van itt lézer is, van minden. Hallod, Mó? Új, itt meg telefonálás van. Haló. Persze, már a főnök is itt van. Kábel menedzsmentet majd átveszik. Már célegyenes. Csöcsö, hello. Robi, kábel menedzsmentet majd átvegyük? Igen, légy szíves. Már rég meg kellett volna csináljad, amúgy elmondom most, hogy láttam, hogy itt toldozgatod a kábeleket, hogy húzkodod föl a kábeleket, hogy ide a csőhöz szépen hozzárögzíted, és ezt nem kell belőle kivenni. Ahhoz is hozzá van rögzítve, és csak összerakod, és mindig összedugdosod. Ez fasznak csak kell mindig. Időhiány. Tudom. Ismerős. Én is úgy összeraktam már, tudod, a TA-ványokat, igen, hogy csak föl kell ráakaszgatni a lámpát, az minden megy. Azt akkor még tudsz nyerni, még egy negyed órát, 20 percet. Úgy van. Na, én viszont itt hagylak, mert mennem kell még egy másik helyre, mert... Nem. Meglátogattál? Krisztián cimborán megvett szkennereket, kérlek szépen. Vénusz szkennert. Ha nem 20 kilósok lennének, vagy 15, simán inkább. Van már LED-e szkenner. Hát, csak horror áron. Horror áron. És szerintem amúgy annyira meg nem jó, mint amennyire annyira drága. Mint a robotok. Most nézem ezeket a címzéseket. 1, 11, 21, 31. De 11 csatolások a lámpák. Igen. Nem? De. Annyi. És akkor van 4 program megírva. Értem, de 11 meg 11? 22. Akkor miért van az 21-e? 22 meg 11? Nem én csináltam. Érted? Na jó, abba hagyom, mert csak itt figyelek fasságokra. Jó. Na, most egyszer legalább nem engem néztetek, hanem most Robit néztük. Köszi, Robi, hogy megmutattad a cuccodat. Elhúzok Krisznek a cuccaiért. Jók legyetek, srácok, szevasztok!